Jó estét kívánok, én Miklós Marcell vagyok, és ezúton szeretnék elbúcsúzni a Kiválóságok Klubja mentori programjától. Nagyon köszönöm ezt az egy évet, nagyon sok nagyszerű emberrel találkoztam, és most szeretnék elköszönni az egyik kedvenc versemmel. Radnóti Miklós sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, és elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő kevész, a vualázat. Az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről. Az már egy messzefélő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Merengjel hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újraépül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van. Nem nézek vissza többé, és tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Bajós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyincs, hol azelőtt az angyal állt a karddal. Talán most senki sincs. Köszönöm szépen!